Az intézményi hálózatunknak a felújítása az, amelyik most egy nagyon fontos pont az életünkben, hisz a zárás időszakában, tehát az iskola szünet, illetve az óvoda bölcsődő zárás időszakában lehet ezeket a feladatokat elvégezni. Bár az elmúlt időszakhoz képest kevesebb ...nek tűnik a munkánk, miután az iskolák üzemeltetője, illetve az épületekkel kapcsolatos felújítások végrehajtója nem az önkormányzat, hanem az érdi tankerületi központ, amelyek azért meg kell jegyeznem, hogy részben sem, vagy töredékét sem fordítja rá az iskoláinkra, mint amit az elmúlt években mi megtettünk, de ez egy külön történet. Az iskolák mégis mégiscsak valamilyen módon kapcsolatban maradtunk, hisz a kapcsolódó területeket azt nem adtuk át az édi tankeleti központnak, így a játszódvaraikat, a, a különálló a Bleiernél, a különálló sportcsarnokot, vagy éppen a Hermann sportudvarát, illetve a Kesjár általános iskolának is a sportodvarát játszódvarát, azok maradtak önkormányzati tulajdonba, és az ezen végrehajtandó feladatokat is elvégezzük ebben az időszakban. A 30. iskola melletti sportodvarról beszélünk elsősorban, annak az maradt az önkormányzat kezelésében, az ott elvégzendő feladatok, illetve az étterem és a konyha felújítására, részleges felújítására kerül sor. A részleges felújítás azt jelenti, hogy a konyhai főzőüstöknek a cseréje történik meg ebben az időszakban, illetve az éttermi ajtóknak, nyilázároknak a cseréjét valósítjuk meg. A kültéri sportudvaron a műfőves pályának a felújítása zajlik, illetve magán az épületen, a kék tornacsarnokon, az ablaküvegeknek a fóliával való ellátását is meg, megcsináljuk. Tekintettel arra, hogy ez egy kosárlabda centrum, és a kosarasokat bizony a dobás közben zavarja a sima ablakon beszűrődő vagy be ragyogó napsugár, ezért ezt is elvégezzük. Ennek a csomagnak a költsége összesen 10 millió forintos nagyságrendet jelent. És mikorra lesz készen? Természetesen mindegyik a nyári szünetben megtörténik, ráadásul a konyhai résznél még hamarabb is be kell fejezzük, hisz a, a, a konyhában a Julien Kft. nem csak az iskolásoknak, hanem a nyáron az óvodásoknak is főz a főzőkonyhában szállítások vannak, ezt is össze kell hangolni a Bleyer, a Kesjár, illetve a, a, az egyes iskola konyhájával együtt.